békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, szeretnénk ma hálát adni neked azokért az alkalmakért, amikor ige mellé ültettél bennünket. Hadd köszönjük meg, Úrunk, hogy annyiszor szóltál, annyiszor elkészítetted a lehetőséget, az alkalmat arra, hogy meghalljuk a te szavadat. Urunk, te tudod, hogy mi lett ebből. Te látod, hogy hol tart az életünkbe az a sok ige hallgatás, mi értelme volt, milyen haszna volt. Szeretnénk ma azért imádkozni hozzád, hogy az a rengeteg ige, amit hallunk, az ne hulljon a porba. Hadd legyen a mi életünkben olyan időszak ez, ami változást hoz, ami segít nekünk megtérni minden bűnből, és segít nekünk közel kerülni hozzád. Úr Jézus, kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket, és ez a szó hadd jusson el a szívünkig, és hadd végezze el ott a te igéd az ő munkáját a mi életünkben, hogy a mi ige hallgatásunk ne legyen hiába való, hanem hadd hozzon gyümölcsöt, hadd hozzon áldást a mi életünkbe, és dicsőséget rád nézve, Uram, kérlek, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét a Máté evangélium a 11. részéből olvasom, a 20. verstől a 24. versig, hallgassuk figyelemmel. Akkor korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tértek meg. Jaj néked, Korazin! Jaj neked, Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. De mondom nektek, Tírusznak és Szidonnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kapernaum, nem az égig magasztaltattál-e fel? A pokolig zuhansz alá. Mert a Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, minden mai napig megmaradt volna. De mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. Testvér, gondoltál-e már arra, hogy mi történne akkor, ha meg kellene ma állni és számot adni azokról az igékről, amiket ez idáig az életedben hallottál? És megkérdezné tőled az Úr, hogy vajon megtértél-e már minden bűnödből, minden vétkedből? Jóvá tetted-e azokat a hibáidat, amiket még jóvá lehet? Bocsánatot kértél-e, megbocsájtottál-e annak, akinek kell? Elrendezted-e azokat a dolgokat, amik már olyan régen rendezetlenek? Ha ezt ma számon kérné az Úr, mit válaszolnál? Tudom, ilyenkor nagyon sokan arra gondolnak, és azt mondják, hogy de hát a számon kérés az majd valamikor a halálunk után lesz, nem? De igen. Csak ez a történet éppen arról szól, hogy az életünk ideje alatt is van számonkérés. Jézus azoknak az embereknek szól, akiknek korábban nagyon sokat beszélt az Isten országáról, és nagyon sokat tanította őket az Isten országának dolgaira, a megtérésre. És azt olvastam az igéből, akkor korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tértek meg. Nem használjuk ma már ezt a szót, hogy korholni. Azt jelenti ez a szó, hogy számonkérően, fenyítően, némileg megszívva visszakérdezni, számonkérni azokról a dolgokról, amiket valaki elmulasztott. Megfenyíteni a mulasztásaiért. Jézus így fenyíti meg, és így kéri számon ezeket a városokat, ahol korábban prédikált és hirdette nekik
az Isten kegyelmének idejét, hogy nem tértek meg. Csodákat láttak, evangéliumot hallottak, és nem tértek meg. Tudom, sokan erre azt válaszolják, de hát mi megtértünk. Valóban, mindenből. Mindenből, amire eddig az Úr hívott, intett, buzdított. Mindenből, vagy csak némely bűnömből. Testvérek, olyan időket élünk, amikor ezerszám hallgathatunk igen hirdetéseket. Olyan időszakokat élünk meg, amikor láthatunk emberi életeket megváltozni. Ma is vannak megtérések, ma is vannak csodák, ahol életek megújulnak, meggyógyulnak, házasságok rendbe jönnek. És ezért lesz számon kérés. Amikor Jézus valahová belép, meglátogat egy életet, egy közösséget, egy családot, az az ő kegyelmének az ideje. Ezeknek a városoknak is adatott ilyen kegyelmi idő. Amikor Jézus szólt nekik, amikor Jézus hirdette közöttük az evangéliumot, és a szemük láttára történtek csodák. És azt írja az ige, hogy Jézus azt kéri számunk, hogy mégsem tértek meg. Mégsem változott meg az ő életüknek az iránya. Megmaradtak dolgokban, és haladtak tovább azon az úton, amit addig haladtak. Tudjátok, olyan fájó hallani mostanában azt, hogy egyre több hívő ember emlegeti, hogy én már nem hallgatok meg akárkit. És nagyon sok panasza van a lelkészére, nagyon sok panasza van a prédikátorára, az ige hirdetőre, és én már nem is hallgatom. Nekem már nem mond semmit. És egyre növekednek az igények. Én már csak őt hallgatom, vagy csak a másikat hallgatom, vagy csak a harmadikat hallgatom. És eljut az ember oda, hogy már alig hallgat valamit, vagy valakit. Tudjátok, ahogy növekednek az igényeink, egyre inkább fogynak azok, akikkel meg leszünk elégedve. Fogynak azok, akiket korábban talán még hallgattunk, de most már nem hallgatunk, mert talán megtudtunk róla valamit. Ráismertünk egy gyenge pontjára, egy hiányosságára, egy bűnére, és úgy döntöttük, hogy őt többet nem hallgatjuk. Hát valahogy így történt a Jézus idejében is. A 11. rész első versében azt olvastam, amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban. Jézus úgy dönt, hogy elindul és prédikál, tanít különböző városokban. Itt pedig egy néhány versen később már számon kéri ezeket a városokat arról, hogy miért nem tértek meg. Mi történt? Miért nem tértek meg? Azért, testvérek, mert időközben egyre több mindent tudtak meg Jézusról. És kialakult bennük egy vélemény, kialakult bennünk egy elhatározás, hogy nekünk ez ne prédikáljon. Ha elolvassuk figyelmesen az előző igeverseket, akkor ott megtaláljuk a választ arra, hogy miért is nem tértek meg. Jézus beszél arról ezeknek az embereknek, hogy nem tértetek meg a János ige hirdetésére se, de az én ige hirdetésemre se. És azt mondja, mert eljött János, aki se nem eszik, se nem iszik. És ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik, iszik, és ezt mondják, íme a nagy étkő és részeges ember,
a vámszedők és a bűnösök barátja. Lett egy véleményük Jézusról. Miért prédikál nekünk az, aki együtt eszik és iszik a vámszedőkkel? Biztos részeges. Biztos nagy étkű. Biztos történt ott valami más is. Tudom, amit tudok. Nem így szoktunk vélekedni ma igehirdetőkről, akik talán a megtérésről beszélnek. A lelkünknek a megjobbításáról beszélnek. Az útjainknak a megváltozásáról beszélnek. Na de én tudom, mit tett a múltban. Én láttam a múltkor. Ki tudja, mi történik még. És testvérek, miközben így filozófálgatunk, elmélkedünk arról, hogy milyen, meg milyen lehetne még, meg ki tudja, mit csinált, amiről én nem is tudok, kialakul bennünk egy vélemény. Csak tudod, mi a baj, testvér? Attól, hogy neked lesz véleményed egy ige hirdetőről, vagy akár Jézusról, ettől még te elveszett ember válsz. A te véleményed semmit nem változtat. És végképp nem fog rajtad segíteni. Lehet, hogy az az ige hirdető, aki 3-4 évvel ezelőtt még jó volt, ma már nem jó. Már nagyobb igényeink vannak, pedig akkor jó volt. Akkor elért a szívedig az ige, megszólított, akkor tudtál rá figyelni, de ma már találtál jobbat. Nem félsz, testvér, hogy egy idő után elfogynak az ige hirdetők? Már Jézus se lesz jó. Már az se lesz jó, amit olvastál az igében. Tudom, ilyenkor el szoktuk még mondani, hogy de én még értem az igét, de én még tudok figyelni, de én meg vagyok elégedve dolgokkal. Jó lenne ezeket a kijelentéseket megvizsgálni, és úgy teljesen átgondolni, hogy valóban így van ez. Egyszer tanulja voltam egy beszélgetésnek, ahol egy apa beszélgetett egy másik felnőtt emberrel, és ott állt az apa mellett a fia, még kicsi volt. És azt mondta az apa, hogy ha az én fiam igazat mond és jót mond, én meghallgatom. Ez a fiú utána sokszor mondott még igazat. Az apja mindig azt mondta, hogy ne beszélj bolondságokat. Hát valahogy így szoktunk mi igét hallgatni. Meghallgatok én mindent, ha szól az Úr, meg ha hív az Úr, és hány ige hirdetés van, amire nem is emlékszünk. Amiből nem vittünk haza egy mondatot sem. Amiben lehet, hogy hívott az Úr megtérésre, és nem tértünk meg. Testvér, olyan különös dolgok hangzanak itt el. Azt mondja Jézus, ha mindez Tíruszban és Szidonban történt volna, azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Tudjátok, vannak helyek a világon, ahol annyi igét se hallanak, mint amit nálunk. Ahol szomjúhoznak az ige után, és nincs. Ahol úgy örülnének, ha kényelmesen leülnének a foteljaikba, hogy beülnének egy templompadba, és igét hallgatnának, és nem tehetik meg. És lehet, hogy egy ige hirdetésre megtérnének. Nagyon sok afrikai országban történnek ma evangelizációk, és sorra térnek meg az emberek. És örülnek az igének, hogy valaki viszi neki az igét. Hadd legyen kérdés ma, örülsz-e még az igének? Van-e hála a szívedben ma azért, hogy te igét hallgató ember lehetsz? És van-e hála a szívedben azért, hogy az az ige, amit hallasz, az benned munkálkodik és megtérésre int téged? Tudod, testvér, ez kegyelmi idő. Ez nem úgy van, hogy valahol besorolom az időbeosztásomba azt is, hogy 10-től 11-ig igét hallgatok.
vagy 7-től 8-ig igét hallgatok, és legyen megelégedve vele az Isten. Azt mondja Jézus, ha ez máshol történne, azok a csodák, amikről te tudsz, azok a bizonyságok, azok a megváltozott életek, amiről nem akarsz tudomást venni, pedig megtörtént. Azok a helyek, ahol tudod, hogy csodák történnek. Ha ez máshol lenne, azok megtérnének. De mi van veled? Nálad a megtérés az befejezett dolog? Vagy egy folyamat, amiben szüntelen változol, újulsz, formálhatsz? Vagy le van zárva, tudok mondani egy megtérési dátumot, csak azóta kalapáccsal se lehet a szívemet összetörni. Tedd fel magadnak a kérdést. Azok az ígék, azok az üzenetek, azok a tanítások, azok a dolgok, amiket láttál és hallottál, mit végeztek el benned? Lettél-e jobb apa vagy anya? Lettél-e jobb férj vagy feleség? Lettél-e jobb ember a munkahelyeden, aki becsületesebb és tisztességesebb? Fel lehet ismerni róla, hogy Isten félő vagy? Lettél-e jobb ember akkor, amikor társaságban vagy? Lettél-e más ember a gyülekezetedben? Lehet-e számítani rád? Vagy minden maradt a régiben? Csak az ige hallgatások száma növekedett meg. Tudjátok, olyan keserű dolog hallani azt, amikor valakik bizonyságot tesznek a megtérésükről, nagyon sok mindent el tudnak mondani, hogy mennyi minden történik az életükben. És egyszer csak meghalt, hogy mennyi mocsukságra képes. Mert meghagyta azokat a dolgokat, amikből ő nem akar megtérni. Pedig hívta az Úr. Azt mondja Jézus, azok a gyülekezetek, azok a városok, akik az égig vannak felmagasztalva, hogy ott aztán micsoda hitélet van, ott hogy dübörög a hitélet, ott micsoda gyülekezeti élet van, mindig vannak, mint a gyülekezetek. Felmagasztalhatsz az égig, azt mondja Jézus, pokolig fog zuhanni. Testvérek, a meg nem hallgatott ige egy idő után immunissá tesz bennünket az igére. Nem fog hatni ránk. Nem lesz gyógyító ereje az életünkben. Erőtelenné válik az ige az életedben, ha nem hallgatod meg. Megkövül a szívet. És le fog peregni rólad. Mond egy rettenetes példát Jézus. Azt mondja Jézus, hogy ha a Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, minden mai napig megmaradt volna Sodoma. Ismerjük a sodomai történetet, mennyi bűn, mennyi mocskos dolog történt ott, és a föld el lett egyenlő, elpusztult. Azt mondja Jézus, az a város megmaradt volna, ha ők hallják ezt az evangéliumot, de nekik nem adatott meg. Neked meg megadatott. Becsülöd még azt a lehetőséget, hogy igét hallgathatsz. És most nem magamat akarom védeni, és nem is másokat. De becsülöd azt, aki igét hirdet neked. Hogy csak növekszenek az igények, és már nem jó semmi. El fog jönni az a pont, hogy nem jó semmi. Jézus éppen erről beszél az előző versenyben. Jött János, nem evett, nem ivott, nem volt jó. Jött Jézus, ő együtt evett, ivott a vámszedőkkel, a paráznak, nem volt jó, semmi nem jó. Nem félő, hogy egyszer eljön az az idő, mikor már semmi nem jó. Na de akkor mi lesz? Akkor jön majd a pokolig való zuhanás. Testvérek, abban, amit Jézus tesz, abban még nem az ítélet van jelen, hanem ez egy szeretetteljes számunkérés és fedés.
az ő szeretete mondatta ki vele ezeket a dolgokat. Olyan jó lenne ma megállni és végig gondolni azt, hogy Jézus még szeretettel szól. És ha nem jön változás az életedbe, a te ige hallgatásodba, és nem hoz megtéréseket, nem hoz bűnöktől való eltávolodást, elfordulást, nem hoz változásokat a te utaidban, a te cselekedeteidben, akkor majd eljön az ideje a pokoligoló zuhanásnak. Isten legyen irgalmas hozzánk. És jó lenne ma rászánni ezt a napot arra, hogy végig gondoljuk, hogy mit jelent számunkra Isten igény. Milyen ige hallgató vagy te? Tudsz-e még megtérni? Engeded-e, hogy Isten megtérítse? Isten nagyon áldott csendet a mai napon. És hadd láttassa veled tisztán, hogy mi az, amiben meg kell térned. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd adjunk hálát neked azért, hogy még szól a te igéd. Szeretnénk ma bocsánatot kérni tőled azért, amikor fel tudtunk sorolni meg annyi hibát, ítéletet, tele voltunk előítéletekkel, ige hirdetőkkel szembe, és azon vettük észre magunkat, hogy lassan már semmit nem hallgatunk. Urunk, kérünk, könyörülj meg rajtunk, és hadd kérjünk arra, hogy bocsáss meg nekünk azért, hogyha válogattunk, ha elutasítóak voltunk, ha már azt sem akartuk meghallani, hogy meg kell térnünk. Urunk, hadd kérjünk téged arra, hogy légy irgalmas hozzánk. Szenteld meg a mi szívünket, és bocsáss meg nekünk, amikor megkövült a szívünk, vagy süket a fülünk a te igédre. Hadd nyíljon az meg, és hadd kérjük téged, hogy légy kegyelmes, könyörülj meg rajtunk. Nyisd meg a megtérés lehetőségét, hogy el ne mulasszuk azt, és nehogy megtörténjen a mi életünkben a pokolig való zuhanás. Kérünk téged, nyisd fel a mi szemeinket a te csodáidra, füleinket a te igédre, és tedd áldássá ezt a napot az életünkben, hadd változtasson meg mindent a te igéd és lelked. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a Reán következő héten, pénteken, este 7 órától a templomban Isten tiszteletet tartunk. 3:45-kor harangszó és 7-kor Isten tisztelet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A megszokott módon vasárnap délelőtt 10 órától és délután 4 órakor szintén a templomban Isten tiszteletet tartunk. Várjuk a gyermekeket is szeretettel a vasárnapi iskolába. Imádkozzunk ezért, hogy Isten nyissa meg előttünk a lehetőségeket. Így legyen. Vegyük Isten áldását. Végezetül a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenek szeretete és a Szentlélek közössége marad.